És meg is jött a kis poszki a főhadiszállásra, a titkos műhelybe. Igen. Szilárd lespanizik. És már kezd barátkozni a popója az Aumnak az elejével. Bizony. Ugyanis ez is beáll a sorba, a flex sorba, és flexibilisen beidomul a vastelep soraiba. Hát figyelj, 126 pont RAR még nem volt. Igen. Fiat 126 pont RAR összeszecskázva belefér az Omega hátuljába. De nem rakjuk be ezen kártyára. Hajrá! Csat! Mennyi még? Nem elő, megemel azt után lesz. Jó. Azt a rámpát, az csúva. Pedig milyen jó videó lett volna belőle. Nem szabad. Nem szabad. Még ez csak szigorú. Kiadja, ez magas. Van rakéta porszívom hozzá, nem? Jó, valami szarság. Fogom és szét kalapálom. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Úgy. Tomikám, részidőnket meg tudod dönteni? Részidőnket meg tudod dönteni? Életem először a kis kockát. Hazudok, 33 volt, de akkor úgy, hogy a kis polcki beállt, lekerült az egész hátulja, aztán fölment izére, polcra. Már nem polcra, asztalra. Mert azt mondta, hogy mi a faszom fosott el rajta? Ja, a főtengely szívering, mint a kis polcik ne általában. Nem rohadt az eleje. Nem. Legalább ezt annyira nem kell fölkockázni, mint a Warburgot. Egy utánfutót. A kezemet figyeljétek, mert csalok három. Négy. Voilà. Tadám. Viola. Szóljatok Milónak, hogy átváltozok. Kis polszki men. Alcatraz. Mindjárt vezethetünk. Egy kint összerakjuk. Az a lényeg, hogy most azért szedik ki mindent, ki akarjuk fordítani az autót. Úgy, hogy néz ki. A srácok, vannak, amikor a szakmák ötvöződnek. Az itt igen. Szigetelő, burkoló, kőműves. Az se gyári. Autószerelő. Izol itt a kitömbbe. Teljesen jó hőszigetel. Azért otthon ne csináljátok. De ha esetleg szivárog itt az üzemanyag betöltőcső. Megszívja magát benzinnel. Szépen megszívja magát benzinnel. Azt veszi te észre, hogy hú, és tuti, 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 és akkor lángszor begyújtva. Igen. A sütőbe. Break away, get your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switch in the manual. Don't you wanna feel right? Right, 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 right. Az első utáni kivételt már nevezhetjük igazából rutinnak.
Na, egy szélvédőt buktunk, de azért az megvan. Kavicsos volt a szélvédő alapból. Szóval nem sírunk miatta, mert ezt meg tudjuk mutatni, hogy hiába törtük itt azt a szélvédőt. Raktunk be egy faszarepedést, de itt már kapott kavicsot, szóval igazából ezt úgy sem raktuk volna be semmibe. A kuka úgy. Szóval nem vette föl, ahogy felbújtottuk, visszabújtottuk, azt sem vette föl. Ez egy kuzéka már. Most anomália történt, úgyhogy most megint felborítjuk, amit egyszer felborítottunk és visszabújtottunk. Csak ti ezt nem láttátok. Na, jó, csináljuk. De nyomokban látszik. Srácok, ezért ezt csinálom ez az autó, mert... Hihihi, Poli, ez mi? Ez rá levezel? Burítsunk fel kis polckit. Jó, megint. Sokat szóra. Nincs egy fogás, bazd meg, leszakadt egy maradék lehet. Itt vagyunk meg. Fáradunk, bazd meg. Na, csak tölt véve. Harmadszorra. Reméljük. És ilyen egy fossárolt kis pócki alja. Kérlek, mint hobbi lakatos, meséld már el, mit látunk itt. Ez mi az, amit nem látunk, mert hogy alját nem látjuk, az biztos. Rozsdát látunk. A lemez az hiányzik, igazából az kéne. És az eleje nem annyira szar, mint amennyi szar lehetne. Kereszt és hossztartó nyúlványok még aránylag az alvázvédő alatt talán vannak. De hát igazából a kis polcki a nagy hibája, hogy az elejében megáll a víz. Főleg ha jó hiszeműen el van gittelve. Az egész picsába. És nincsen rajta meghagyva a kifolyó luk, vagy itt az illesztésnél, hanem a víz kifolyna, ami esetleg bekerül. Annyi azért nem rohadt még el. Ja, de. Szépen nyílik az orra. Na, szóval ő ilyen. A sofőr azért köptek veszélyes. Ott a kárpit bent. Találtunk... Ez. Igen, ő a kárpit. Találtunk egy küszöbjavítást. Egy küszöb takarót. Jobban egy külső küszöbet. Ami a nagyon külső küszöb, mert a külső küszöbnek a külső küszöbje. És azon még van git? És azon még van git, igen. Hát. Nincs rajta sok igazából, ez az elfogadható git mennyiség egy valamire való hobbi autón. De mi nem szeretjük a gittet, az hülyeség. Nem ez, aki jól megcsinálom. Itt láthatok még egy küszöb sarkot. Egy kezes küszöb sarok. Egy sárvédőívet. Többi, ez nem tudok hozzászólni. Kéne egy kalapács megmutatni a padlólemezt. Ott egy kalapács. Ó, egy kalapács. Ezen meglepődtem mondjuk. Jó, aztán. Van lemezes hangja, de... Az még jót megemeltem. Ezen a felén emelted meg, és a tanknál, itt van az emelén. Nem ott, még a néninél. Néninél megemelted ezt a felét, de... Egeret ebben nem lehet fogni. Találtunk valamit. Valami vasi... Kő... Ismeretlen karakter S betű. Ez egy pi. 3,14. Vasi kő 3,14. Tovább akardom, hogy nem jön le. Nem jön le. Vasi az megvan. Vas megyei pócki. Ó, megindította. Vas pócki. Az volt valamikor most rost pócki. Hú, hozzak a rongyot. Hozzá. Ez most érdekel. És már este van, és rohadtul orrad van minden kis pók, és még rohadtul benne van minden, azért nem videóztam, mert semmi érdekes nem történik. Azon kívül találtunk egy rejtélyes kódot a múltból, valaki üzenni akar nekünk. Vasi, nem tudom, mi Szombathely lesz. Szomba. Csak
lenne szedje valamelyik cuccé. Eszi a féktisztítót. Féktisztítő eszi. Cseréltem. Kőr is. Vasi kőr is, nem kőr is. Hosszú ő R.I.S. kőr is. Ha nagy ütél fiam, vasi kőr is, szombor hely. Mondja a lengőkar. Mondja a lengőkar. Ez azt jelenti, hogy ez itt nincs elrohadva, legalábbis kívülről. Belülről biztos. Van neki érdekes alakja. Vasi kőr is szombathely. Utána kell járunk, hogy mi a szar az a vasi kőr is. Aki tudja a megoldást, küldje be kommentbe. Nyerhet vele egy rohadt lengőkart. Oké. Okay. Ha valaki helyes kommentet küld, mi a tököm az a vasi kőr is szombathely. Az megnyerheti ezt a lengőkart és eljöhet érte. Mert nem postázzuk el, de eljöhet érte. Eljöhet érte. Megkapja. Találkozunk személyesen, és meg is oda is adjuk neki. Elkívül egy kávéra. Meg egy lengőkarra. Meg egy lengőkarra. Hát megkapja a párját is. De a fizeti. Ja, persze. Nekünk is persze, igen. Hát, hogy ne. Minden négyen ráérünk ilyenkor. Meg a haverok. Így ezek szűk baráti kör az a 70-80 fő. Szóval foglaltuk a placot, a feláras. Viccet félretéve. Megkapja a lengőkart, aki először megírja a kommentbe, hogy mi a rák az a vasik. De akkor le kell volna szednünk. Holnap flexel. Bármi, nem ezt a darabot, hanem itt a csavarnál elvágjuk. A fék az nem jár hozzá, meg a kerékagy. A csapáját megkaphatja. A csupasz lengőkar. A kap két szilentet. Két fossá rohadt szilentet. Igen, meg is egy rohadt fékcső darabot. Gumislagos. De meg ezt a darabra is meg. Ezt is felajánljuk. Akár helyes válaszolónak. Egér ürüléket. Na van, bontsuk tovább. De aláírjuk. Alá kéne írni. Ide. Itt ez ma alatta van. Hát körülbelül, vagy ide a tankra, az is alatta van. És a tankot is adjuk neki oda, vagy mi? Nem, a tankot. Ez aláírunk. Csak ezt jöti el. Ó, az agyam fájt. Na most, hogy kibontottuk a kis posztkóval kb. Mindent, ami használható, addig szépen fogjuk a flexet. Aztán szétflexeljük itt a műhelyben, mert sajnos kis pocka picikét elrohadt, megette a szú, a vas szú. Úgyhogy itt elvágjuk, ott elvágjuk, ott elvágjuk, ott elvágjuk, ott elvágjuk, és széthullik. Itt láthatjátok az úgynevezett tűzoltó lakatolási munkának az eredményét. Ezt így kézzel letéptem az egészet a kecibe. Itt van a rálemetelés. És ami alatta volt, hát az enyhén szóval eltűnt. Ott már végigvágtam, középen kell még végigvágni, meg valószínűleg még alul, hogy majd borítani is kell. Persze a végén már, amikor nincs értéke az autónak, eljön az a korszak, amikor nekiállnak lemezelgetni, tálkolgatni, stb. Plusz az a 10 plusz év állás sem tett jót neki, amit ugye kertben eltöltött. Úgyhogy ja, összességében ez egy egész jó autó volt, úgy 20 éve. Viszont most már egy rozsdabogja, úgyhogy megérdemli a flextet, sajnos. Nem veszik a videót? Ősmérnök. Egy megfelelő szerszám, megfelelő ember kezében. Igazi ősmérnök. Így könnyen dolgozni vele. We'll be right back.
Mindeközben Szilárd itt eseményeket történtet. Mi folyik itt? Szerintem kereket is cserélek, mert az a gumi nem biztos, hogy életbiztosítás. Nem azért vannak fenn, mert hülye vagyok, hanem ezen volt az íztársa tartós felni. Amúgy már megemeltük bele. Ha van egy ültetet, akkor legyen egy emelt is a család. Ennyi. Nem magas. Magas. Nem magas. Magas. Szilárd magas a Warburgot. Nem maradhat az egy gyerekek. Az a rugót szerintem már sejti a sorsát. Nem bántjuk. Még. Majd se bántjuk. Nem csinálunk mi ilyeneket. Tényleg. Nem fogok flexet ragadni és elvágni. Főleg nem a helyén. Viva Szotreál! Na jó, van hajra, én megyek a dipóckit bontani. Cső. Szép legyen. Ennél szebb sosem. Ennek a kispolszki sztorinak elég hamar vége lett, mint látjátok, itt a kispolák.rar. Pontosan a Stance-esen üldögélő transporter mellett ez várja az új rugóit, de benn van a váltója. Ott figyel a másik kispolák, mögötte még egy kispolák, ott egy fehér varjú, ott egy barna varjú, ami éppen le van takarva, mert tudjuk, hogy szarbarna, és a szart nem mutatjuk. Halotti lepel van rajt, pontosan. Itt van még egy valami, ami lepel van. Ott van egy piros fos, ott van egy trabant, ami nem a miénk, lakókocser. Ott meg a többi szar, ami éppen leledzik. Meg egy fél kispolák. Szóval gyerekek, ez lett a kispolszki vége. Mert picit megfáradt. Itt van a könycsatornája. Hogy értékeled ezt a kispolszki felrakót? Szoktunk vele tegnap este, hogy ez így nézzen ki. Mert te leraktad az utánfutót úgy, hogy ez még nem volt benne. Tudom. De most még üres és még már több minden van benne. Sokkal. Tehát ezt a búrát még leveszem. Lehet. Ha szeretném egy bomló vagy épülő kis poszikat látni, akkor tudod mi a dolgod? Facebook, Instagram, és ami éppen még eszedbe jut. Na. Iratkozz fel, lájkolj meg, sziasztok. Bezony. Ciao.